Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. Ebben a műsorban hit titkokról, vallási tanításról, hitbeli jelenségekről, de legfőképpen a Szentírás üzenetéről gondolkodunk katolikus szemszögből és szemléletmóddal. Ebben a lelki tartalmú adásban mindenki megtalálhatja azt, amit keres, ahogy a Szentírás mondja, aki keres, azt talál. Ha meg akarjuk Istent ismerni, ha meg akarjuk az ő népét, az egyházat ismerni, ha meg akarjuk Isten szándékait, a helyes életvitelt ismerni, akkor mindenre választ találhatunk a közös gondolkodásban. A mai alkalommal is nagy szeretettel meghívom kedves nézőinket a közös gondolkodásra, mégpedig Szent János evangéliuma nyomán, a 14. fejezet 7. versétől a 14. versig terjedő szakasz alapján. Most felolvasom ezt az evangéliumi részletet, gondolkodjunk közösen az itt felvetett kérdésekről, illetve azokról a hitbeli próbatételekről, amelyeket elénk állít az Úr. Jézus ezt mondja környezetében tanítványainak: ha megismertetek volna engem, akkor ismernétek az Atyát is. De mostantól fogva kezditek megismerni őt, és látjátok őt. Uram, mondta neki Fülöp, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Annyi ideje veletek vagyok, válaszolta Jézus, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A szavakat, amelyeket mondtam nektek, nem magamtól mondom. Az Atya bennem lakozva viszi végbe műveit. Higgyetek nekem, én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Legalább e művek miatt higgyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, azokat a műveket viszi majd véghez, amelyeket én teszek. Sőt, ezeknél nagyobbakat is véghez visz, mert az Atyához megyek. Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, meg fogom tenni. Szent János evangéliumából olvastam a 14. fejezet 7. versétől a 14. versig terjedő szakaszt. Biztató kijelentéssel zárul ez a mai evangéliumi rész. Jézus ígéretet tesz kéréseink teljesítésére. Természetesen nem lehet ez a vágy a hitünk alapja, mert itt nem meseországról van szó, és mesebeli ajándékokról, hogy bármit kérünk, bármire irányulnak vágyaink, az mind teljesül, csak szóljunk Jézusnak, és ő azt majd megteszi nekünk. A hit fényébe állítva életünket mindig el kell mondanunk azt a tényt, hogy a mi boldogságunk, a mi vágyaink beteljesülése az az örökké valóságban történik, és messze felülmúlóan, mint ahogyan itt a Földön azt elképzeljük. Minden emberi kérésünket, emberi problémánk megoldását és megoldódását felülmúlja az, amit Isten készít számunkra, hogy Szent Pál hivatkozik erre, szem nem látta, fül nem hallotta, és az emberi értelem föl nem foghatja azt, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. Tehát másra kell itt gondolnunk, amikor Jézus
a vágyaink beteljesedésére hivatkozik, a kéréseink teljesülésére. Arra a hitbeli megerősítésre kell gondolnunk, amelyre itt a Földön szükségünk van. És az Atya megdicsőlésére, az Isten létének, jelenlétének, köztünk létének igazolására, amely nem mindig látványos csodák által történik, hanem sokszor rejtett módon, és csak önmagunk előtt látjuk és fedezzük föl az Isteni jelenlétet, de mégis számíthatunk arra, hogy Isten velünk van, és meg lehet bennünk az a bizonyosság, amit ugyancsak Szent Pál mond, ha Isten velünk, ki ellenünk. Jézus az Atyával való kapcsolatára hivatkozik. Ez olyan titok, mely előttünk áll a hitben, a hitbeli gondolkodásban, amit nyilvánvalóan nem tudunk felfogni, de vannak emberi párhuzamok, vannak emberi tapasztalások, amelyek megsejtetik ennek a hit titoknak a lényegét. Érdekes párbeszéddel kezdődik ez a mai evangélium. Fülöppel beszélget az Úr Jézus, mert Fülöpnek van egy fontos kérése, és van egy kérdése, inkább kérésnek mondhatjuk. Mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Ez a kérés nem csak úgy hirtelen jön elő Fülöpből, hanem Jézus kijelentésére így reagál, így ad viszont választ, vagy így terjeszti elő kérését. Ugyanis azt mondja ezt megelőzően Jézus, hogy ha megismertetek volna engem, akkor ismernétek az Atyát is. De mostantól fogva kezditek megismerni őt, és látjátok őt. Tehát Jézus vezeti be ezt az igényt, amit aztán megfogalmaz Fülöp, az Atya megismerésére utal. Ez az a bizonyos szentháromságos titok. Egyrészt annak a hit titoknak a feltárása, hogy az egy Isten, aki lényegében egy az istenségben, három személy közössége, az Atya, a Fiú és a Szentléleknek a közössége. Az egység viszont fennáll, az isteni egység, az isteni természet, az isteni lényeg ugyanaz az Atyában, a Fiúban, és a vigasztalóban vagy pártfogóban, akit többször is megígér Jézus és bejelenti az érkezését, majd az ő távozását követően. Hit titok. Matematikailag is, tapasztalatilag is hit titokról van szó. Hogyan áll fönn az egy Isten a három szemében? Erre a tapasztalati és logikai lépések és gondolkodásunk által nem tudunk rájönni. Ezért is nevezzük hit titoknak. És mégis Jézus azt, ami elérhetetlen, ami felfoghatatlan az emberi gondolkodás számára, azt emberi élményeken keresztül közel hozza. Beszél az Atyáról, akiről egészen más kép alakult ki korábban az igaz Istenről, a választott nép körében. Nem is atyaként tekintettek rá, hanem szigorú és igazságos, ugyanakkor erős kezű istenség ez a választott nép istene, a seregek ura, aki győzelemre viszi népét, de aki büntet is, aki rendet rak a világban, tehát inkább Isten szigorúságát, inkább Isten igazságosságát érzékeli, és fogja föl és adja tovább a választott nép, illetve ennek a bélyege rajta van az Ószövetségi Szentíráson is természetesen. Annak az Isten képnek a nyomai,
amelyet az Ószövetség népe kialakított hosszú történelme során. Jézus atyáról beszél, szerető Istenről, gondoskodó Istenről, gyöngéd és irgalmas Istenről, aki vissza akarja fogadni övéit, aki az elrontott dolgokat helyre akarja hozni, aki új lehetőségeket ad az ember számára. Tehát ilyen Istent mutat be Jézus az ő kinyilatkoztatásában, és ebből adódik, hogy Jézus maga is ennek megfelelően cselekszik, ilyen tetteket visz véghez, az ő tettei, az ő csodái és a kimondott szavai mind ezt igazolják, hogy az Atya szeret minket, hogy az Atya visszafogad, hát éppen ezért küldt el az ő fiát közénk, éppen ezért jött el az Úr szolgája, az ő küldötte az Isten fia személyében erre a világra, hogy mindez megvalósuljon, mármint a visszatérés, a szeretet közösség helyreállítása az Atyával. Tehát a sokszor bosszúálló, ugyanakkor igazságos Istenkép mellett, vagy ennek ellenére, és a népét erős kézzel vezető, de ugyanakkor védelmező Istenképe mellett kibontakozik Jézus kinyilatkoztatásában a szerető Atya képe. Azért olyan fontos, hogy Jézus emberi cselekedeteiben Isten szándékait ismerjék föl az emberek. Ezért olyan fontos ez a mondat, amellyel kezdődik a ma kiválasztott szakaszunk, vagyis János evangélium a 14. fejezetének a 7. verse. Ha megismertetek volna engem, akkor ismernétek az Atyát is. De mostantól fogva kezditek megismerni őt, tehát lehetőséget kapnak a tanítványok, és minden ember lehetőséget kap arra, hogy Istent a maga valóságában és irántunk való jó akaratában megismerje, és éppen ezért a szeretet közösségébe beléphessen az ember, hogyha akar. Jézus tehát ezt tárja elénk. Azt azért nem mondhatjuk ki teljes egy hangúsággal, hogy csak szigorú és erőskező Istenkép van az Ószövetségben, mert azért úgy is bemutatkozik, és arra is hivatkozik az Úr a proféták szavain keresztül, hogy ő akár mint egy jóságos édesanya gyöngéden mindig gondoskodik a népéről, tehát az ő népe iránti szeretetét soha nem vitathatta az Ószövetség embere, de mégiscsak a megközelíthetetlen, mégiscsak az egek egeiben lakozó Isten állt a nép előtt, és így mutatta be magát az ószövetségi népben. De bemutatta, és ki is mondta, ki is nyilatkoztatta a szeretetét is, és a nagy irgalmat is a népe iránt. Egészen más a krisztusi Atya kép, ahogyan ő a szerető Istenre hivatkozik, és akinek az akaratát teljesíteni akarja Jézus. Rajta keresztül, az ő gyöngéd szeretetén keresztül ismerhető meg az Atya. Hit titok. Azt mondja Jézus, hogy megismertetek volna engem, de most megismertetek, és kezdtek megismerni, és majd rajtam keresztül megismerhetitek az Atyát. Ismeretről van szó. Ez az első igazi probléma a mostani evangéliumi szakaszban. Említettem a mai műsorunk elején általánosságban, hogy milyen célt is igyekszünk szolgálni ezzel a műsorunkkal, ezzel az elmélkedő műsorral, a lélekemelővel. Vallási kérdések és jelenségek és hitbeli problémakörök kerülnek elő, és erre a mai evangélium is rávilágít, hogy itt van egy hitbeli jelenség, illetve fogalmi probléma is, hogyan lehet a hitben megismerni valakit, hogyan lehet a
hitben ismeretet szerezni, miként lehet hitbeli tudásról beszélni. A hétköznapi nyelvben az ismeret, a tudás, az értelmi tevékenységnek, a kutató munkának, a megismerésnek a következménye. Ennek nagyon fontos része az ismeretszerzésnek a tapasztalás. Úgy gondoljuk, és talán éppen ez volt az elmúlt évtizedek, vagy már a felvilágosodás kora óta az emberi világnak a nagy probléma köre, illetve fogalmi szembeállása, hogy a hitet a tudást szembeállították, mert hiszen egyértelműen és csak egyik oldalra helyezi ez a fogalmi rendszerezés a tudás világát, a tudomány világához, a tudás világához, és ide a tapasztalatot, a megismerést, a kézzelfogható dolgokat, bizonyos értelemben az anyagiságot ide soroljuk. Tehát úgy gondoljuk, hogy amikor tudásról vagy megismerésről van szó, akkor az pusztán tapasztalati dolog, amit az ember felfoghat, érzékelhet, megismerhet. Tehát ami kézzelfogható, érinthető. A másik oldalon pedig a hitvilágában bizonyos értelemben csak lelki dolgok, gondolati elképzelések szerepelnek. Legalábbis a kisarkított és szembeállított fogalmi rendszer a hit és a tudás, vagy az előbbi sorrendben a tudás és a hitvilágában, ez erre ad okot, ilyen szembeállításra. Tehát az egyik oldalon csak tapasztalati dolgok, a megismerésnek emberi következményei, annak a rendszerezése, egyébként ezt szoktuk tudománynak nevezni, a csokorba szedett és rendszerezett ismereteknek a tárházát, ezek alkotják a tudománynak különböző ágait. Míg a másik oldalon úgy gondoljuk, hogy csak lelki vágyak, gondolatok, elképzelések, lelki szülemények vagy fantázia termékek szerepelnek. Ez pedig nem igaz, mert beszélhetünk bátran hitbeli ismeretről, beszélhetünk hitbeli tudásról. Mert a hit nem más, mint valamiféle bizalom valakiben, de ez nem zárja azt ki, hogy az a valaki számunkra jeleket adjon, kézzelfogható dolgokat adjon. Jézus is itt hivatkozik ebben az evangéliumi szakaszban, hogy a szavakat, amelyeket mondtam nektek, nem magamtól mondom, az Atya bennem lakozva viszi végbe műveit. Tehát bizony mondom nektek, aki hisz bennem, azokat a műveket viszi majd véghez, amelyeket én teszek. Sőt, ezeknél nagyobbakat is véghez visz, mert az Atyához megyek. Tehát Jézus itt érzékelhető dolgokról is beszél, vagyis tettekről. Tehát a hit nem zárja ki a tapasztalati lehetőség világát és a tapasztalati megközelítésnek, megismerésnek a világát, mert kapunk jeleket a hit révén. És hogyha ezt áthelyezzük a természetes emberi világunk síkjára, és ezen belül próbálunk hitbeli jelenségeket találni, akkor gondoljunk a szeretett közösségre, az egymás iránti bizalomra, amely nem kézzelfogható. Maga a bizalom nem kézzelfogható. Hogy én szeretlek téged, vagy te engem szeretsz, ez nem bizonyítható, és nem kézzelfogható. De vannak mindennek cselekedetei, jelei, amelyekkel ezt egymás előtt igazoljuk. De ha netán nem igazolnánk, vagy okvetlenül nem mindig bizonygatnánk a szeretetünknek a fennállását, vagy létét, akkor is az fennáll, vagy fennállhat különösebb bizonyító jelek nélkül is. Itt is erről van szó.
A hit bizalom Isten iránt, aki ad jeleket magáról, aki kimond szavakat nekünk, emberi módon érzékelhető közléseket, és ezeket hozta el Jézus, ezért az ő megismerése által, a belévetett bizalom által hitbeli ismeretre, vagy hitbeli tudásra tehetünk szert. Az első rész végén javaslom, hogy tűnődjünk el az előbbi fogalmakon, és ebben a tűnődésben legyen segítségünkre az a rövid zenehallgatás, amely most következik. Kedves nézőink, a Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. Műsorunk második részében folytatjuk a közös gondolkodást a mai evangéliumi szakasz alapján, mely Szent János könyvéből, evangéliumából való, a 14. fejezet 7. versével kezdődően a 14. versig bezárólag. Nem csupán evangéliumi eseményekről van itt szó. Nyilvánvalóan vannak olyan evangéliumi szakaszok, amelyekben inkább egy-egy esemény üzenetén kell elgondolkodnunk, vagy egy példázat, példabeszéd kapcsán gondolkodunk. Ez a mostani szakasz olyan sajátos, kinyilatkoztató szakasz, amely talán a lelkünk és a hitbeli érdeklődésünk legmélyebb rétegeit érinti ez, tehát igen fejtörő is, és a nyitottságunk az Isten iránti, az ő kinyilatkoztatása iránti nyitottságunk próbatételével is szembesülnünk kell a Szent Háromság titkába, vezetve minket Jézus, ismeretről beszél, az ő megismeréséről, de rajta keresztül hitbeli ismeretről, mert rajta keresztül olyan valakit ismerhetünk meg, aki nem látható, aki korábban az Ószövetség világában megközelíthetetlen volt, aki az egek egeinek messzeségében lakozott a nép számára,
Amikor pedig közel jött az emberhez, akkor az embernek nem volt szabad közel mennie az Isten megjelenési helyéhez, gondoljunk csak a Hóreb hegyére és a kinyilatkoztatás nagy eseményére, a sínai kinyilatkoztatásra, a törvény átadására, és még egyéb más helyzetekre is, amikor az Úr megjelent, és a nép csak messziről, vagy félve rettegve vehette tudomásul az Úr megjelenését. Csak kiválasztottaknak volt szabad az Úr közelébe menniük. És íme az Úr maga jön közel Jézus személyében, és be akar mutatkozni. Ezért olyan fontos, hogy Jézus személyében, az Isten fia emberi megnyilvánulásaiban, tetteiben a láthatatlan és a korábban megközelíthetetlen Istennel találkozhat az ember. Fülöp kérése érthető az emberi oldalról, mutasd meg nekünk az atyát, és ez nekünk elég is. Azt mondja Jézus, annyi ideje veletek vagyok, nem ismertél meg engem, Fülöp, aki engem lát, látja az atyát. Hát hogyan mondhatod, mint egy szemrehányásként is belefűzi a válaszába Jézus. Hát hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Jézusra hitbeli ismerettel kell tekinteni. Azzal az elfogadással, azzal a bizalommal, hogy ő benne Isten jött közénk. Ő benne a szerető Isten közeledik az emberhez. Ő benne megmutatja Isten a maga megbocsátó jóságát, irgalmasságát. Egészen másként viszonyulhat az ember Istenhez, mint korábban. Mert Isten szeret. Nem félve, rettegve, szemlesütve, bujdosva kell felé haladni, vagy megpróbálkozni, közeledni hozzá, hanem ő maga jön elibénk, és ő maga akar közel lenni hozzánk. Nekünk kell felfogni, felfedezni, hitbeli bizalommal elfogadni, hogy Isten felajánlja ezt a közelséget. A katolikus egyház katekizmusából idézek egy pontot. Az 516. pont szól Jézus küldetésének arról a fő szempontjáról, hogy ő az atyát akarja bemutatni, és ő benne a láthatatlan szerető atya mutatja meg szándékait nekünk, embereknek. Krisztus egész élete az atya kinyilatkoztatása. Szavai és cselekedetei, hallgatása és szenvedése, magatartása és beszédmódja. Tehát tegyük hozzá egyszer, egy szóval leegyszerűsítve ezt. Minden emberi gesztusa, amelyel az atyára utal, amely mint kinyilatkoztatás történik, az atyára mutat rá. Nyilván vannak Jézusnak annyira természetes emberi cselekedetei is, amelyek nem kinyilatkoztató szándékkal történnek, de akkor is semmi olyan kifogásolható, pusztán emberi cselekedet nincs Jézusban, mely ellenkezne az atya szolgálatával, az atya bemutatkozásával, az atya közlésével, mert Jézus mindenben hasonlóvá lett, minden emberi dologban, a bűnt kivéve. És minden olyan emberi példát, emberi cselekedetet kivéve, amely esetleg meghazudtolná ezt az engedelmes küldetést. Jézus elmondhatja, most ez a mostani evangélium kijelentése, aki látott engem, látta az atyát. Az atya pedig azt mondja a Jordánnál is, vagy a színeváltozás nagy csodájánál, látványos eseményénél, az égi hang, az atya hangja azt mondja, ez az én választott fiam, őt hallgassátok.
Mivel a mi Urunk azért lett emberré, hogy teljesítse az Atya akaratát, misztériumának legapróbb részletei Isten irántunk való szeretetét nyilatkoztatták ki. Tehát ez az Anya Szent Egyházunk tanítása Jézus kinyilatkoztató küldetéséről, amellyel az Atyát mutatja be, illetve az Atya elismerésére is hivatkozunk, aki Jézust úgy állítja a világ elé, mint az ő szeretett fiát. Nyilvánvaló itt ugyanaz, a titok tárul föl, mint a szeretett közösségekben, a szeretett kapcsolatokban. Amikor olyan dologról beszélünk, ami nem látható, vagy olyan dolgot támasztunk alá látható és érzékelhető jelekkel, amelyek egyébként nem láthatóak, mint a szeretet valósága. Ne feledjük el, hogy a szeretet akkor is fennáll, amikor nincsenek látható jelek. Isten akkor is létezik, akkor is velünk van, amikor különösebb jeleket erről nem ad. És a hit valósága, az iránta való bizalom a részünkről akkor is fennáll, hogyha erről különösebben nem beszélünk, csak éljük a természetes és mindennapi életünket, de ezt átitatja az Isten iránti szeretetünk, az a rejtett tudásunk, vagy az a háttér tudatunk, hogy Isten jelenlétében élünk, és Isten velünk van, és mi benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez a hit világa, ezért említettem, hogy ebben a műsorunkban ilyen hitbeli jelenségekről is el kell tűnődnünk, nem csupán bibliai elemzésről van itt szó, hanem egy kicsit a saját lelki világunkat, hitvilágunkat is tisztáznunk kell időről időre, és ma éppen egy ilyen evangéliumi szakasszal van dolgunk, amely mint egy késztet bennünket erre a tisztázásra, a hit jelenségének tisztázására. Jézusban tehát a szerető Atyát láthatjuk. Istenhez kerülhetünk közelebb. Isten világa tárulkozik fel előttünk. Ezek nagyon meghatározó tények és jelenségek. A szeretet tehát és az Isten iránti bizalom akkor is fennáll, hogyha erről különösebben nem beszélünk, és a szeretet akkor is fennáll, hogyha bizonyító erejű jeleket nem tárunk föl minden esetben, vagy nem bizonygatjuk a szeretetünket jelekkel. Van, amikor a szeretet köteléke már nem is bizonyítható külső jelekkel. Ezzel szoktuk vigasztalni azokat az embertársainkat, hit testvéreinket, akik valakit a földi világ kötelékéből elveszítenek a testi halál által. Ez a mi vigaszunk, hogy a szeretet fönnáll akkor is közöttünk, ha valaki előre megy, aki meghal, előre megy az örök élet útján, vagy már a természet fölötti létállapotba megy át, ekkor sem vitathatjuk a szeretetünket. Pedig az, aki előre megy, már nem tudja bizonyítani az irántunk való szeretetét, mert az érdemszerzés, a jeladás időszaka befejeződik. De mégis történnek olyan események, amelyeket úgy értelmezhetünk az életünkben, hogy valami más létmódból és más lehetőségek világából segít rajtunk az, aki előre ment. Így szoktunk a szentek közbenjárására is gondolni egyébként mi hívő katolikusok. Gondolkodjunk el az imént hallottakról, tartsunk most ismét rövid szünetet, és a műsorunk harmadik részében összegezzük majd mai közös gondolatainkat.
Kedves nézőink, a Lélekemelő című műsorunk harmadik részében összegezzük azokat a gondolatokat, amelyek eszünkbe jutottak annak az evangéliumi szakasznak nyomán, amelyet ma közösen próbáltunk körüljárni. Biztos vagyok abban, hogy kedves nézőink saját gondolataikat is hozzáteszik azokhoz a gondolatébresztő szempontokhoz, amelyeket igyekeztem feltárni a mai alkalommal. Szent János evangéliumából olvastuk a 14. fejezet 7. versétől a 14. versig terjedő szakaszt. Bízom abban, hogy a kedves nézőink még máskor is elolvassák ezt, hogy ezt követően még ízlelgetik ennek a kinyilatkoztatásnak szempontjait, de hasznos az is, hogyha közösen összegezzük azokat a megközelítéseket, amelyek a mai evangéliumból Jézushoz vezetnek bennünket. Jézus megismerhetővé teszi a látható cselekedetei által a láthatatlan Istent, aki őt látja, aki az ő emberi tetteit látja, különösen a kinyilatkoztató szándékú tetteit, az látja az atyát is. Fülöp azt kéri Jézustól, mutasd meg nekünk az atyát, ez elég nekünk. Erre Jézus azt válaszolja, már olyan rég veletek vagyok, és nem ismersz engem is. Nem tudod, Fülöp, hogy aki engem lát, az látja az atyát is. Azért, mert Jézus szándékaiban, emberi tetteiben Isten jön közel hozzánk, Isten mutatkozik be nekünk, Isten tárja fel azt az egészen más képet önmagáról, mely eltér az ószövetségi Isten képtől, annak szigorúságától, megközelíthetetlenségétől. Mert Isten irgalmas, Isten szerető atya, Isten az életünket akarja, Isten megváltót küldött éppen Jézus Krisztus személyében, megváltót küldött a világba. Ezért Jézusnak a tettei megváltó tettek, a megváltásra irányulnak, Jézusnak minden tette a csúcspont felé halad, a keresztáldozat felé, ahol leginkább kinyilvánítja az emberi engedelmesség és az emberi jó akarat készségét Isten iránt, a mi nevünkben, de ahol leginkább megmutatkozik Isten szeretete irántunk, hogy Isten életet akar adni, és Isten a rosszat ki akarja iktatni az életünkből, és a rossznak személyes hordozóját legyőzi Jézus Krisztus engedelmes áldozatával, vagyis a gonoszt, a sátánt és az ő angyalait. Így tehát Isten szeretetének a határtalan kiáradása történik Jézus áldozatában. Úgy szereti Isten a világot, hogy egyszülött fiát adja értünk. Ezért a csúcspont az Isten szeretetének érzékelhetőségében, Isten szeretetének kinyilvánításában Jézus keresztáldozata. Arról beszél Jézus, és az ő mennybe menetelekor, erre gondolunk, hogy Jézus elhagyja ezt a világot, feltárta Isten tetteit, de tanítványaiban folytathatóvá is teszi Isten szeretetének a tetteit, és ezért mondja mostani szakasz végén, a szavakat, melyeket mondtam nektek, nem magamtól mondom, az Atya bennem lakozva viszi végbe műveit. Higgyetek nekem, én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Legalább e művek miatt higgyetek. Tehát Jézus jeleket adott a szerető Atyáról, jeleket adott Isten közelségéről, Isten életadó szeretetéről. De ezután így folytatja, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, azokat a műveket viszi majd véghez, amelyeket én teszek. Tehát Jézus tanítványai folytatják az ő művét, folytathatják az ő tetteit.
továbbadhatják Isten szeretetének tanújeleit, és azt mondja Jézus, sőt, ezeknél nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek. Jézus a mennybe menetelével visszatért az Isten világába, de nem csak, hogy folytathatóvá tette művét, hanem mint egy parancsba is adja, mint egy kötelező érvényűvé teszi a jelek továbbadását, a tanúságtevő jelek folytatását, mert ezt kell hirdetniük, és ezt kell igazolniuk apostolainak és minden Krisztus követőnek, hogy Isten szeret minket, Isten közel van hozzánk. És Jézus küldetése, amely elsősorban az ő választott népéhez szólt, és a népéhez irányult, az egész világra kiterjed, ezért is adja ki a missziós parancsot Jézus, menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Tehát, amit itt megkezdett Jézus, azt az ő követői folytatják ebben a világban. És amikor azt mondja Jézus, hogy még ennél nagyobbakat is véghez vihettek, itt nem Jézus rendkívüli jeleire kell gondolni, a csodákra, bár erre is kapott különleges lehetőséget az egyház és egy-egy kiválasztott személy Isten népében, de itt nem az úgynevezett különleges Szentlélektől átitatott karizmatikus cselekedetekről, csodákról van szó csupán, hanem a természetes jelekről, arról, hogy tanúságot kell tennünk Isten szeretetéről a világban. És az, ami mégis nagyobb annál, az éppen a hatása, az irányultsága, ami még jobban kiterjedté válik Jézus szavainak, tetteinek, az apostolok további tevékenységében, hogy az örömhír valóban eljut a világ végső határáig, tehát a Föld végső határáig. Tehát ne arra gondoljunk, hogy valaki nagyobb csodát tud tenni, mint amit Jézus tett itt közöttünk, hanem a hatásfok, vagy a mai csúnya szóval élve a statisztikai eredmények szempontjából is egyre jobban terjed, mennyiségileg is a Föld különböző pontjain és létszámában is Isten népének közössége, száma és az evangéliumot egyre többen megismerhetik. Ennek lehetőségéről beszél Jézus, és éppen erre ad feladatot a tanítványoknak, menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Úgy gondolom, hogy szívünk mélyén és a gondolati síkon is próbára tett bennünket most már a közös gondolkodás, jó értelemben, mert hiszen próbáltunk egyre jobban elmélyülni a hit igazságaiban, Jézus kinyilatkoztatásában. Remélem, hogy kedves nézőink sok hasznos gondolatot el tudnak vinni ebből a műsorból magukkal a szívük mélyén. Azért kell vinni, mert előbb említettük a feladatot, hogy majd aztán másokkal is meg kell osztanunk a magunk értékeit, vagy a hitbeli felismeréseinket, a hitbeli megismerkedésünk, a Jézussal való kapcsolatunknak a titkait, és természetesen azokat a hitbeli értékeket, amelyeket ránk bíz az Úr. Köszönöm kedves nézőink figyelmét a mai alkalommal is. Szeretettel búcsúzom a Lélekemelő című műsorunk végén, Isten áldását kérve minden kedves nézőnk életére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!